Önök a Telena magazint látják, köszöntöm nézőinket! Viszontlátogatáson vett részt a németországi Stuttenzében Tolnaváros hivatalos delegációja. Az évtizedes testvérvárosi kapcsolat újabb állomásán olyan szociális szférát érintő tapasztalatokat szerzett a magyar küldöttség, melyet szívesen vezetne be itthon is. Petra Becker Stuttenzé újonnan választott polgármestere tisztelgő látogatáson a Dunapart átadó ünnepségén járt Tolnán. A német város első embere fontosnak tartotta ellátogatni a tolnai testvérvárosba. A kapcsolatépítés most folytatódott azzal, hogy az intézményvezetőkből álló küldöttség látogatott Németországba. Ez egy különösen érdekes találkozó volt most. Főpolgármester asszony először fogadta a tolnai delegációt, ugye ő tavaly nyáron, gyakorlatilag egy évvel ezelőtt választották meg, és meghívásomra ő néhány hónappal ezelőtt itt volt Tolnán, és mi egy kicsit bemutattuk neki a várost, és ezen felbuzdulva ő is azon igyekezett, hogy az ő települését egy kicsit közelebb hozza hozzánk, és bemutassa a települést közvetlenül. Tudni kell, hogy mivel már nagyon régi ez a kapcsolat, és minden évben van valamennyi látogatás. Egyik évben mi utazunk Németországba, másik évben pedig a németországiak utaznak hozzánk. Már nem nagyon tudtunk újat mutatni egymásnak. Ez a delegáció, ami most Tolnáról ment az én vezetésemmel, ez Zömmer intézményvezetőkből állt, és érdekes volt látni azt, hogy működnek ott intézmények. Két óvodába is sikerült ellátogatnunk, egy evangélikus óvodába és egy erdei óvodába, ami itt Magyarországon nem is működik. Mondjuk meglepődtünk akkor, amikor meghallottuk azt, hogy mennyi térítési díjat kell fizetni ott egy szülőnek azért, hogy a gyermeke óvodába járjon. Például az evangélikus óvodába több mint 300 eurót havonta, hogy ez a 100 000 forint körüli összeg. Ez elég meglepő volt számunkra, de azt mondták, hogy náluk ez teljesen természetes, hogy óvodáért, bölcsődéért ilyen magas összegű térítési díjat kelljen fizetni. A látogatás egyik legfontosabb elemeként értékelte a Petszafe Ágnes polgármester azt a hálózatot, mely a szociális segítségnyújtásra ad mintát. Volt egy ilyen szociális bolt, ami azt jelentette, hogy akinek a használaton kívüli tárgyait, itt most lehet szó ruháról, edényekről, bútorokról, bármilyen használati tárgyakról, ezt oda adományozta egy szervezetnek, jelen esetben egy civil szervezetnek, aki összefogta ezt az egészet. Ez a civil szervezet először az önkormányzat támogatásával, aztán most már önálló, teljesen önállóként működik, bérelnek egy hatalmas nagy üzlethelyiséget, és ott ezeket szortírozva árusítják. És azt a bevételt, ami ebből származik, az pedig nyilván szociálisan rászorult embereknek adják. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb értelme van ennek, mint annak, hogy ruhát osztunk. Nagyon nagy valószínűséggel nem pont erre három abroszra lesz szüksége, hanem sokkal jobban arra a pénzre, vagy arra az ebből a bevételből származó élelmiszerre esetleg, amit ezért kaphat. Tehát én azt gondolom, hogy fontos az is, hogy osszunk a rászorultaknak tárgyi dolgokat, meg élelmiszert, de talán fontos volna az is, hogy ezt az ötletet egy kicsit ugye magunk formájára szabjuk, és egy kicsit átvegyük. Pástiné Szentendrei Mária is a delegáció tagja volt. Gyakorlatilag ő koordinálja, vagy ő is részt vesz a hálóalapítvány munkájába, és arról beszélgettünk, hogy talán megkeressük azt a módot, hogy tudnánk ezt itt Tolnán is egy kicsit megvalósítani. A tapasztalat azt mutatja, hogy a módszer megfelelő az adakozónak és a szociálisan rászorulónak egyaránt. A delegáció tagjai egyetértettek abban, hogy az infrastruktúrális háttér megtalálását követően egy hasonló kezdeményezés veheti kezdetét Tolnán. Orrfacsaró bűzre, állandó zajra, kutyaugatásra panaszkodnak az Ady Endre utcában élők Tolnán. A lakók azt mondják, az egyik házban kutyákat fedeztet egy férfi, emiatt alakult ki az áldatlan állapot, amit évek óta nem tudtak rendezni. Totál nyílt az egész, meg hát itt az egész házfa. Éppen a leomló már életveszélyes házat mutatja Aranyos Csaba. Feleségével együtt 4 éve kénytelenek elviselni a bűzt és a zajt.
Kutyaszag, az hát az egyértelmű. Itt régen például, amikor hátul csináltam, hát nem lehetett kibírni. Borzalmas a helyzet. Egy az, hogy büdös van, a kutyák hangosak. Ott hátul nem lehet dolgozni, mert elviselhetetlen a büdös. És hát életveszélyes a helyzet. A ház tulajdonosa évek óta tart kutyákat a romos házban és annak udvarán, a szomszédok szerint borzalmas körülmények között. Az utcában lakók azt mondják, hiába próbáltak beszélni a kutyákat tartó férfivel, hogy rendezze az udvart és vigye el onnan az állatokat, hiába fordultak a hatósághoz, egy rövid időszakot követően újra visszatért a bűz és a zaj. Ott jártunkkor többen nem kívántak a kamer elé állni, mert azt mondták, tartanak a kutya tulajdonostól. 2015. november óta megy ez az ügy. Hát nem tudom, hogy szóban forgó kutyák mennyi van, de elég sok lehet, ha ilyen szagok vannak. Nyilászáró cseréket hajtottunk végre, hogy megoldódjon a probléma, de hát nem lett ebben nyáron, ugyanúgy érezzük a szagokat, és az lagotást is halljuk. A lakók a város aljegyzőjéhez, majd a bírósághoz fordultak a helyzet rendezésének érdekében. Több határozat is született az ügyben. Zajlott birtokvédelmi eljárás az Ady Endre utcában állattartás miatt. Az eljárás során a kérelemnek helytadó döntés született, és az ebtartót köteleztük az állattartás megszüntetésére. Ezt követően nekünk már nem volt információnk az ügyről, hiszen bírói szakba érkezett, és ott a két fél közt zajlik tovább a peres eljárás. Úgy tudjuk, a bíróság az eljárást megszüntette. A város aljegyzője azt mondja, a főállatorvos korábban megnézte a házat, előre bejelentett időpontban, és mindent rendben talált, vagyis törvényesen folyik ott az ebtartás. Amennyiben újabb panasz érkezik a Bonyhádi járási hivatalhoz, megvizsgálják, hogy megfelelő körülmények között tartják-e az állatokat az Ady utcában. Ám a vizsgálatot mindig előre bejelentett időpontban bonyolítják le. Láthatóan a jog szerint minden az előírásoknak megfelelően zajlik az Ady utcában, de a társadalmi együttélés szabályai szerint megkérdőjelezhető, hogy ez tényleg így van-e. Az biztos, hogy a lakóközösség azt várja, az ebtartó valamilyen módon szüntesse meg a bűzt. Miután beszámoltunk az ügyről, híradónkban a férfi megkereste televíziónkat. Elmondta, hogy csak pár kutyát tart a háznál, és nem tenyészti őket, fedeztetéssel foglalkozik, a hatósági állatorvos pedig mindent rendben talált nála. Felajánlottuk neki, hogy mondja el saját álláspontját kameránk előtt, de nem kívánt élni a lehetőséggel. A Tolnamözsön lévő Komját Aladár utca nevének megváltoztatását kezdeményezte egy országos civil szervezet. Az önkormányzat bár nem támogatta a kezdeményezést, állásfoglalást kérte a Tudományos Akadémiától, valóban szükséges-e a lépés. Az utca lakói felháborodásuknak adtak hangot. A kassai születésű Komját Aladárt költőként, íróként, tudománytörténészként tartja számon az emlékezet. Több magyar városban viseli utca a nevét. Az első világháború alatt az antimilitarista mozgalom tagja volt, valamint a forradalmi szocialista csoport egyik vezetője. A Tolnamözsön található Komját Aladár utca nevének megváltoztatását kérte a Magyar Patrióták Szövetsége a megyei kormányhivataltól, akik az ügyet a város döntésére bízták. Én azt gondolom, hogy a Komját Aladár név az egy, senki nem a régi rendszer jut eszébe, és senkinek nem a kommunizmus jut eszébe. Tehát a Komját Aladár lehet, hogy akkor 19-ben egy baloldali volt, de hát képviselőtestület is azt hogy úgy döntött végül is, hogy mi nem döntünk arról, hogy változtassuk meg a Komját Aladár nevet. Mi nem gondoljuk, hogy tiltott önkényuralmi jelképet jelenít meg az ő neve, úgyhogy a Magyar Tudományos Akadémiához fordultunk, hogy mondják meg, hogy kell vagy nem kell nevet változtatnunk. Az utca lakóit minden esetre felháborította a kezdeményezés. Szerintem egy nagy baromság, mert már 36 éve itt lakunk, és azóta nem változtattak meg, és akkor, ha megváltoztassák, akkor még nekünk kerül sok pénzbe, mert mindenhova át kell iratni, mindent át kell iratnunk. Zavarja, hogy, persze, hogy zavarja. Nevű, de hogy ilyen nevű utcában lakik? Ja, ez a Komját Aladár utca nem zavar. 36 évig nem zavart, akkor most se zavar. A szomszédban lakó hölgy, bár a kamerának nem akarta elmondani, megerősítette az előző véleményt. Azt mondja, ők úgy vették itt a telket, hogy ez volt az utca neve, és ez soha senkit sem zavart. Szerinte szóra sem érdemes az egész kezdeményezés. Nem értek azzal egyet, hogy egy
30-40 éve elnevezett utcát, ahol akár 30-40 éve laknak emberek, megváltoztassuk, hiszen ezeknek az embereknek nem csak a lakcímkártyáját kell majd módosítaniuk, hanem minden bankoktól elkezdve a társadalombiztosító és adóhatóságon keresztül mindenhová be kell jelenteniük az új lakcímüket. Tehát ez rengeteg idővel fog járni, ugyan tudomásom szerint nem kerül ez pénzbe, de hát akkor is rengeteg idő. Meg hát ha eddig jó volt, és eddig ott jól érezték magukat, akkor én nem gondolom, hogy ezen változtatni kellene. Az önkormányzat egyelőre az akadémia válaszára vár, az utca lakói pedig azt mondják, először őket kéne megkérdezni a névváltoztatásról. Most rövid reklám következik, aztán ellátogatunk a Magházba, ahol Versegi Ferenc tanítja a gyerekeket az agyaggal való bánásmód alapjaira. Itt a várva várt Last Minute. Foglalja le nyaralását most szuperakciós áron. Korfu Kréta, Rodosz repülővel már 44.900 forint per főártól. Ne feledje, háztól házig reptéri transferünket féláron kapja. Minden hétfőn és pénteken indulnak autóbuszaink a közkedvelt görög nyaralóhelyekre, ahol apartmanban önellátással egy hét mindössze 39.900 forint per főártól foglalható. Aszprovalta, Stravos, Sarti, Parália, 10 napos utazások autóbusszal, akciós áron, irodáinkban vagy Facebook oldalunkon megtalálhatók. Nézzenek be hozzánk és foglalják be nyaralásukat Last Minute áron. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25.000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Tolnatex BT nagy múlttal rendelkező Európa egyik vezető műszaki textíliákat, speciális szöveteket gyártó cége. Bővülő termékkörünk gyártásához folyamatosan keresünk munkatársakat, szövő, textilipari gépkezelőket, kézi és gépi csomagolókat, gépbeállítókat, gépmestereket több műszakos munkarendbe. Amit kínálunk, műszakpótlék, szakmai előmenetel és ezzel arányosan növekvő kereset, kafetéria, utazási költségtérítés, fél év eltelte után meghatározott feltételekkel önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, évközi és évvégi jutalom. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük jutass el önéletrajzát a Tolna Bezirédi tér 1-be, vagy az info@tolnatext.hu e-mail címre. Autója elromlott? Időszakos kötelező szervizre van szüksége? Vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos Boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdasági és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás. Benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Kerámia tábor működik a Magházban. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelik és tanulják, hogyan formálják az anyagot. A mester Tolna egyik büszkesége, Versegi Ferenc, a Habán kerámia ismert alkotója. Tudod, így egymással szembe mennek az ujjak. Mester és tanítványa közösen formálják alkotásával nyers anyagot. A gyerekek alkotóvágya töretlenül és napról napra ügyesebbek. Már most látszik, van közöttük olyan, aki ha komolyan beleszeret a korongba alkotta művekbe, sokra vihet. Mi is jó az agyagban? Lehet vele alkotni ilyen dolgokat, mondjuk tányért, meg
rózsát, meg hát sok mindent. Megtanuljuk, hogy hogyan kell a formát építeni, elképzelni valamit. Mindenki számára ismert, hogy kézzel alkotni valamit nem csak a tárgyak készítését jelenti. Nagyban befolyásolja a gondolkodást és a világlátást is. Gergő anyukája ezt szerette volna erősíteni kisfiában. Nagyon jól fejleszti a kézügyességet, és az agyag, mint természetes anyag, nagyon jó érzés vele foglalkozni, meg kézben lenni. Meg egy csoda, hogy a tűz egy cserép égeti ki, és akkor ebből lehet egy használati, vagy dísztárgy, vagy bármilyen más maradandó anyag. Mert nagyon sok minden... szemkész koordinációt, nyilván idegizom kapcsolatot, rengeteg mindent épít, amire egy gyereknek sokkal nagyobb szüksége van, mint a monitorra. Verségi Ferenc kerámiáit szerte a világban megcsodálták már. A legjobb kezekben vannak az apróságok arra, hogy a szakma alapfogásait elsajátítsák. Bízom benne, hogy lesz ezek a gyerekek között is olyan, aki esetleg majd a harlakasság felé fordul, mert hát eléggé az utolsó pillanatokban vagyunk. A harmadik hete korongozultam, próbálgatunk, hát ugye a korongozás egy nagyon összetett és nehéz dolog, de mivel én csak a kezüket fogom, tehát nem én csinálom, csak próbálom irányítani őket, ezzel még nagyobb kedvet adok a gyerekeknek ahhoz, hogy az agyak felé forduljanak. Már volt egy szabadkézi különböző formázás, a marok technika, a laptechnika, és a jövő héttől pedig megint egy újfajta technikával lapokból fogunk edényeket, különböző formákat készíteni, mert azzal kell őket megfogni, használható, maradandó dolgokat tudjanak alkotni. Ne a pillanatnak, hanem a jövőnek. És ez sok év tapasztalatából látom azt, hogy volt olyan, aki így táborban volt nálam, és aztán végül kerámikus művész lett. Jó egy pár gyerekben van nagyon komoly tehetség, nagyon jó. Épp azért megbeszéltük, hogy 12 fő legyen az alkalmanként a szakkör, mert ennyi gyereket még át lehet látni, még oda tudok menni mindegyiket. És tényleg, de az a másfélről intenzíven, komolyan, és tényleg vannak gyerekek, akiknek van szép, nagyon nagy szép érzéke és tehetségesek. És amikor az első alkalommal korongoztunk, az egyik kisfő egy olyan csodálatosan szép rózsacsokros tálat készített, hogy hát én magam meglepődtem, tehát a fiúkban is van nagyon nagy kreativitás, a lányokban is. Jó, amikor az ember át tud magából valamit adni a mai gyerekeknek, és hiszen ez az egésznek az értelme, a célja, hogy megindítani őket valami felé. Ha csak annyit érünk el, hogy lesz egy jó stílusérzéke, szép érzéke, már akkor nagyon sokat elértünk, mert a kreativitásnál fontosabb dolog nincs, nem a számítógép előtt fog ülni, nem az okostelefon nyomkodja, mert volt már rá példa, hogy jöttek hozzám, hogy hát szeretnének egy kis agyagot, mert hát a gyerek már volt nálam, és hát szeretne gyurkodni, és örömmel adok ilyenkor, mert értelme van. És akkor elhozzák, kiégetem, és ott marad örök ajándéknak, mert oda a nagymamának, odaadja a testvérnek, és azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ő szellemi termék, az ő két kezéből készült valami, és hát legnagyobb büszkeség a gyerekeknek. A gyereket a kíváncsiság vezeti. A világ megismerésének lehetősége, saját erejének, ügyességének kipróbálása. Ha ez párosul valamivel, ami kézzelfogható és büszkének lehet rá lenni, akkor mindent megkapott unatkozás helyett. Ismét találkozott és nyújtott műfüves pályán meccselt is egymással az egykori tolnai focistákból álló két külön csapat a városi sporttelepen. Még a 80-as, 90-es évekből húztak szerelést a 6 éve elindult generációk kupája tornán. A korelnök az egyébként is idősebb öreg fiúk tiszteletbeli csapatkapitánya, a 70 éves Fazekas Gáspár volt, aki folyamatosan jelen van a megyei futballéletben. Először a műhüvesen, és először csak egymás ellen futballoztak a Generáció Kupája elnevezésű nyári tornán a tolnai öregfiúk. Az angol Chelsea-re emlékeztető kékben az öregebb öregfiúk, akiknél 45 és 55 között mozog a játékosok életkora. A csapat doyenje egyben tiszteletbeli kapitánya, Fazekas Gazi, 70 évesen is még a pályán. Játékos múltjával, hosszú évtizedeken átívelő játékvezetői pályafutásával anatómiai kuriózumnak is számít az öreg fiúk között. Fiaim lehetnének majdnem mind, tisztelnek,
Gazi bácsi egy kötényt. Igen. Hát mondom, majd gyertek oda. Szerencsés vagyok fizikailag, nem voltam sérült talán egyszer egy alkalommal. Sokat segített az, hogy játékvezetőként sokáig ténykedtél? Sokat. Hát fotballoztam, és akkor a 80-as évek után voltam 26 évig játékvezető. NB3-ban nagyon sokat működtem, meg NB1 tartalék mérkőzéseken is. Akkor még tartalék, úgy nevezték a utánpótlást, még ott is működtem. Hát sokat jártunk. A környékbeli, a megyékedik körbe jártuk. Az átlag életkorban 10 évvel fiatalabb öreg fiúk, a másik csapat vezetője, Tarjáni Gyula, egykori játékos, ötlete volt egyébként a generáció kupája létrehozása. Ha már pár játékító kuriózumként ennyi, még futni tudó és focizni akaró, azt el nem felejtő öreg fiú van a városban. A kékeket, akik Fazekas Gazsit leszámítva, a 90-es években voltak aktív futballisták Tolnán. Szakter István, Várda Gábor, Fazekas Dezső, Fodor Zoli, Horváth Peti, Horváth Józsi, Pálinkás Jani nevekkel fémjelezhető ez az időszak. Ők azok, akik már régebb óta hetente edzenek és folyamatosan részt vesznek az egyébként kevés csapatos megyei öregfiúk bajnokságban. Ez a titka annak, hogy Gazsiék nyerni tudtak a fiatalabb tolnai öregfiúk ellen tavaly, és bárkivel felveszik a versenyt ebben a korosztályban nagy pályán is. Ők az esélyesek, de azért nem hagyjuk magunkat. Tavaly ugyanígy voltunk, akkor mi nyertünk. Azok ellen, akik egyébként aktív korukban 2004 és 2006 között kétszer ezüstérmesek voltak a megyei első osztályú bajnokságban. Ebből a két évjáratból verbuválódott a tarjáni csapat. Stadler Tamással, Wisner Jocival, Zörényi Szabolcssal, de előfordult olyan is, aki egy-két évvel ezelőtt, vagy éppen ennyivel utána játszott tolnai színekben. Mint például Gút öcsi, az emlékezetes csatár. Ott a kékben az öcsém, ő is játszott a mi csapatunkban, 4-5-ös csapatban a Lujó, ő 2000-es években játszott velünk, ő NB2-es csapatig jutott, hogyha jól emlékszem, akkor Kisdorogon játszott magas szinten, és akkor utána jött a ismét magas szintre hozzánk. A Mausz Peti, ő is a 2004-5-ös csapatban játszott, ő volt akkor a legfiatalabb a csapatunkban, szerintem, hogyha jól emlékszem, akkor olyan 18 éves volt akkor. A csapatvezető említette még Horváth Ervint, mint kulcsjátékost, sok gólszerzőjét, és Szabó Norbit is, mint alapembert. Szerettünk volna nyerni, de hát a csapatunk az mondjuk, hogy évente egyszer, hogy összejön, így nem túl gazdag erőnlét. Ettől így. Érdekes ez a meccs most, hogy azért bennetek az a revans? Azok heti szinten azért úgy tudom, hogy együtt játszanak, meg járnak ilyen bajnokságra, ilyen öregfiúk bajnokságban is játszanak, mi pedig évente egyszer összejövünk, aztán ilyenkor mondjuk, hogy inkább a szórakozás a lényeg, nem az, hogy milyen eredményt érünk el. A sárgák persze szerettek volna revansot venni. Jól is kezdték a 60x40-es műfőves pályán a meccset, Stadler góljával meg is szerezték a vezetést. Ám az egységesebb öregfiúk jó erőllétüket most is megvillantva, a másik Fazekas, egyébként Gazsi öccse, Dezső csatár erényei jóvoltából előbb egyenlítettek, majd két góllal el is húztak. És újabb sikert ünnepelhettek a meccs utáni elmaradhatatlan közös nosztalgia buli. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!